Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter volt a vendége csütörtökön a Kecskeméti Televízió közélet című magazin műsorának. A miniszter azért érkezett a híros városba, hogy kitüntetést adjon át Christian Wolfnak, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának. Ennek apropóján Kozák Poletta, a Kecskeméti Televízió főszerkesztője, a magyar autógyártás jövőjéről is kérdezte a politikust. Ritka, hogy három éven belül kétszer gyakorlatilag a nulláról indul újra egy-egy világgazdasági korszak. Most minden esetre ez történt, de akármilyen változások is zajlottak, akármilyen bizonytalansági tényezők ismerültek fel, akármilyen kockázatokkal is szembesültek a gazdasági szereplők. Egy folyamat nem állt meg, az semmi nem tudta még csak lelassítani sem, ez pedig az autóipar átalakulása elektromos meghajtásra. Szijjártó Péter Kecskeméti látogatása során kiemelte, hogy a 150 ezer embernek munkát adó magyar autóipar 2022-ben a valaha volt legjobb évét produkálta, és több mint 12 ezer milliárd forint értéket állított elő. Magyarországra ráadásul a legmodernebb környezetbarát modelleket gyártó sorok érkeznek. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy a Mercedes nem egyszerűen csak gyárat épít, bővít, új üzemcsarnokokat húz fel, megduplázza a gyártó területét Kecskeméten, hanem a ennek az elektromobilitási stratégiájának a szíve közepét, a fókuszát ide tette le Kecskemétre. Ugye az új elektromos platformra épülő modellek gyártása a jövő évben megkezdődik, most a gyártóterületet megduplázták, új, megduplázzák, új üzemcsarnokok épülnek fel az összeszerelő gépsoroknak, a karosszéria gépsoroknak, nem véletlenül, hogy a Kecskeméti gyár elnyerte a Mercedes koncernen belül a legjobb gyárdíját a tavalyi esztendő teljesítménye alapján is, és most mindezekkel a bővítésekkel, mindezekkel a beruházásokkal, amelyek most zajlanak, a Mercedes koncern egyik legnagyobb és egyik legjelentősebb gyára az a Kecskeméti gyár lesz. És ez itt hosszú távon ad egy nagyon biztos, nagyon stabil alapot ahhoz, hogy, hogy Kecskemét egyrészt továbbra is fejlődjön, növekedjen, másrészt pedig a magyar gazdaság növekedéséből is még nagyobb szeletet szakítson ki magának. A stabil, kiszámítható beruházási környezet, világos gazdaságpolitikai stratégia és a kecskeméti, valamint magyar munkások teljesítménye együttesen teszik lehetővé, hogy a külföldi cégek, így a Mercedes is elégedettek legyenek a termelékenységgel, jól érezzék úgymond magukat Magyarországon. Ráadásul az oktatás is versenyképes munkaerővel látja el a gazdaságot, jelentősen építve a duális képzésre. Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter az egyetemi kuratóriumokkal kapcsolatos uniós kritikákra is kitért a beszélgetésben. Ez az egész vita az Európai Bizottság és Magyarország között nem igazából jogi tényekről szól. Mert ha jogi tényekről szólna, akkor kapnánk egy listát, mi annak megfelelően eljárnánk, megnéznénk, persze megvitatnánk, és amit jogosnak gondolunk, azban eljárnánk, de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy Brüsszelben egyszerűen képtelenek elfogadni a magyar népakaratot, képtelenek elfogadni azt, hogy Magyarországnak egy békepárti kormánya van, képtelenek elfogadni azt, hogy egy jobboldali, nemzeti alapú, kereszténydemokrata, patrióta politika sikeres tud lenni. Ugye Magyarországon immár 13 esztendeje, ez a kormány van hivatalban, nem lotton nyertük ezt, hanem választáson az emberek világosan kinyilvánították az akaratukat, és egyszerűen Brüsszelben ezt nem tudják megemészni, nem tudják lenyelni. Tehát azt, hogy egy jobboldali kereszténydemokrat a kormány sikeres tud lenni, az emberek támogatják, szembe merünk menni a mainstream-mel, kiállunk a nemzeti érdekeinkért, a nemzeti érdek az első, és akkor, és akkor jönnek ezekkel az ilyen, hát hogy is mondjam, áll problémákkal, mint az egyetemi kuratóriumok, mint a az egyéb ilyen jogi, jogállamisági problémák. nézze, azok után, hogy Franciaországban úgy ment át a nyugdíjreform, hogy kikerülték a parlamentet, és egy rendelettel megalkották. Azok után, hogy Németországban feles többséggel átírták a választási rendszert, most ezek után a magyar jogállamisági problémákkal senki ne jöjjön elő, mert az olyan nevetséges, mint ahogy itt ülünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... Hogy, hogy Brüsszelnek itt lenne az ideje befejezni ezt a hungaró fób viselkedést, hiszen jól láthatóan szenvednek attól, hogy, hogy, hogy nem képesek bele matatni itt a magyarországi folyamatokba, szenvednek attól, hogy, hogy a magyar emberek döntését nem tudják befolyásolni, jól láthatóan ebben vannak aztán szövetségeseik, itt mindenfajta plakátkampányokat folytatnak, meg finanszírozzák az ellenzéket. A valós helyzet az, az az, hogy itt nem a konkrét ügyekkel van Brüsszelnek problémája, hanem úgy általában a magyar emberek akaratában. A politikai hadszinterek mellett valós háború is zajlik a szomszédunkban. Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter arról is beszélt, mit tapasztal a világban, milyen hangok mérvadóak jelenleg. Sajnos Európa meg az egész transatlanti világ egy ilyen háborús hangulatban szenved. A NATO külügyminiszteri tanácsülésén múlt héten világosan érzékelhettem, hogy, hogy itt mindenki a, a háborúról beszél, és nem a békéről. Tehát mindenki arról beszél, hogy hogy kell megnyerni ezt a háborút. Nyilván van a háborút megnyerni lehetetlen, ez senki nem fogja megnyerni ezt a háborút, ebben a háborúban mindenki vesztes, hát meghalt több százezer ember már. Tehát milyen győzelemről Beszélünk itt bármely oldalon, tehát azt gondolom, hogy itt az első számú feladatnak annak kéne lenni, hogy lezárjuk a szenvedést. Tehát lezárjuk az emberek szenvedését, lezárjuk az emberek teljesen értelmetlen öldöklését, szépen tűzszünetet kell hirdetni, nem csak húsvétre, hanem tűzszünetet kell hirdetni végleg. A tűzszünetet ki kell használni arra, hogy a tárgyaló asztal köré üljenek azok, akik egyedül sajnos nem hajlandóak beszélni egymással, és állapodjanak meg. Egy hosszú távú békéről. Sajnos azt kell látni, hogy, hogy ma a béke hangja itt Európában halkabb, mint a háború hangja, de globálisan ez nincs így. Tehát világszinten az országok döntő többsége békét akar. A háború a világ minden szegletében érezteti a hatását, nem csak a szomszédos vagy Ukrajnához közeli országokban. Világszerte problémákat okoz a konfliktus, ami miatt a miniszter hangsúlyozta, a világ nagy része békét szeretne. A Közélet című műsor teljes terjedelmében megtekinthető a Kecskeméti Médiacentrum közösségi oldalain.